Nagyon szép napot, sziasztok! Köszöntelek benneteket, egy igazán nagyon szép és jó kis autót fogok nektek megmutatni. Itt a kereskedésünkben, ugye az M3 autóparkban, egy Lexusunk van, egy IS250-es, 208 lóerős, ez a 2005-ös V6-os benzinmotor, ami benne van, és amúgy pedig egy nagyon jól felszerelt darab, nagyon sok-sok minden van benne, ami mind-mind ugye működik ebben az autóban. Élmény vele autózni, és nem csak autózni vele élmény, nem csak a teljesítmény miatt, hanem mert hogy nagyon jó zene is van benne, azt is meghallgattam itt a srácokkal, velem van Feri, Peti és Concerto is, mint ahogy az szokott lenni mindig. Az autót átnézzük itt kívülről, belülről, és a végén aztán teszünk egy kis karikát itt a telephely körül, megyünk egy picit vele, megnézitek, hogy ugye ténylegesen majd, ha eljöttök, ez úgy fog működni, ahogy nekem is működött. Van két darab ilyen kulcsocskám, ilyen Lexus-os márkajelzéssel ellátva, ugye elég, ha csak a zsebünkben van ez a valamelyik kulcs, ugye nyitja a csomagtartót és a záratkat is, de ugye tudjuk használni ezt, ugye csak a zsebünkben van, ugye is van egy kis gombunk itt a kilincsünknél, és ez üzemelteti a centrál zárat. Világos kék metál és kromdíszítésű üvegei vannak, alufelnik, az pedig gyáriak rajta, Bridgestone nyári gumikat találtok rajta, xenon lámpák vannak elől lámpamosóval, és elől hátul tolató radaros és ködlámpás, tehát télen is, illetve rossz idő, ha esik az eső, fúj a szél, havas a lámpánk, akkor le tudjuk ilyen mosni, és a xenon lámpánk az szépen fog nekünk világítani majd. A világítás után nézzük meg, hogy hány fok van itt a telepen, hát olyan meleg már nincsen, de 27,4 fok van itt kint a Murván. Ezt azért hoztam el, hogy majd meg tudjuk mérni a klímát is, mert hogy az is szépen duruzsol az autónkban. Nyitva a motorháztető. Én beindítom ezt a kocsit, és meghallgatjuk először, aztán majd folytatjuk innen tovább. Egy darab gombnyomással fog indulni. Kormányunk beáll, elektromosan állítgatható négy irányban, és hát nem csak a kormányunk, hanem az ülésünk is három memóriában beállítható, és nem csak a mi ülésünk, hanem a mellettünk lévőknek is az ülése elektromotorokkal lehet mozgatni. Na nézzük akkor, mit találunk itt benne. Először is, mintha megláttam volna itt valahol, hát ezt igazából elég jó mélyen berakták, ott az alvás számot akartam megmutatni nektek, de az jó, el van oda rejtve. Hát, és ez is el van rejtve, viszont hallgatni lehet, hallgatózni lehet. Be is fogom a számot. Mintha egy szuper kis csodavarrógépet hallanánk, olyan csendesen jár. És az a megdöbbentő, hogyha beülünk és becsukjuk az ajtókat és megyünk vele, akkor sincsen motorhang. Eszméletlen csendesen sikeredett. Hát nagyon ügyesek voltak ezek a mérnökök és a gyártósoron a melósok. Megnézzük az autónknak a jobb oldalát is, meg a csomagtartóját, és ugye azt is kinyitottam már, hogy bele tudjunk kukkolni, de már mondom előre, hogy ugye ebben kis virsli pótkerék van, a csomagtérrögzítő háló, a kis tasiba benne van a vonószemje, meg ilyen szerszámokat találtam benne, sízsákot láttok ott, azaz ugye be lehet dugni oda hosszabb tárgyakat ide hátrafelé. Becsukjuk, megnézzük hátulról, szedán két dupla kipufogóval, és akkor nézzük el a belsejébe. Azt mondja, hogy egy teljes bőrbelsős különben, könyöktámasz ugye felhajthatóban, van ilyen tárló rekesz még, nagyon szép ilyen kis díszítő elemek vannak az autóban, karcmentesen, gyönyörű, ott előfőképpen nagyon tetszetős ez a dolog. Ugye van benne légzsák előoldalt függöny, és térd légzsákos is a gépünk. Íme így néz ki, hát tulajdonképpen négy ember az, ami jól érzi magát itt benne mindenképpen. Ez pittyeg, mert hogy én távolabb vagyok az autótól, és pittyeg, hogy haló. Na nézzük, mi van itt még. Behajtható ugye a tükör, ami mindenképpen jól jön a városba majd, ugye a ülésről beszélgettünk, ez működik, üzemel, hát ezt is kipróbáltam ugye az elektromos üléseket, könyöktámaszt is állítható, és a kormányunk is fantasztikus, ilyen léptékekben egyesével megy, nézzétek meg, ez így szépen jön lefelé, vagy pedig fölfelé egyesével, és befelé is ugyanez a pozíció, itt szépen jön lefelé. Azt mondja, hogy nincs benne sok, 165.274 kilométert futott,
és most már beüzemelem a klímát, akkor majd meg fogjuk mérni, ugye. Hát előbb 8,3 volt a fogyasztási mutató, ami szerintem rendkívül pozitív és rendkívül baráti egy ilyen nagy teljesítménytől. A kormányoszlopon van egy-két gombunk, hát ugye legfőképpen ez az izgalmas, ugye ezt kormányról is tudjuk kezelni, hogyha ebbe a sportfokozatba betesszük, itt van egy S és egy D felirat, lehet vele nagyon szépen lépni az úton, meglépni tulajdonképpen. Tehát a zenénk az megy innen a kormányról, van egy tempomatunk, ezt ha bekapcsoljuk, akkor ott a zöld lámpa már meg is jelenik benne. A park szenzorok működnek, ezt ki lehet belőle kapcsolni, ha szeretnénk. Mondottam, hogy ugye térd légzsákkal rendelkezik, látjátok a térd légzsákjelzést, a klímánk az tökéletesen üzemel, az eszméletlen, tehát tényleg brutális, amit csinál ez az. Ja, és maximumra föltekerem, ez akkor is tisztán szól, tehát ezek tudnak ezt is, nem csak motorokat. Eszméletlen, basszus, dinamikus, fantasztikus, tényleg nagy élmény. Ugye van egy CD-nk is itt még pluszban, és látjátok, hogy milyen csodaszép ez a középkonzol. Becsukjuk, és ez a könyök támasz pedig csúsztatható, és itt is van még ugye tárolókész, és még ide is tettek be világítást a srácok, nézzétek meg, ott van egy kis fénycsík, hogy sötétben lássuk, hogy mit turkálunk és minek turkálunk. Ülésfűtést kapott a két első utas, ugye kigyullad egy ilyen kis sárga lámpa rajta, meg zöld, puty, hűt is. Ha, jön a hátamnál a levegő. Hát ezt csak kitalálták ezt megint. Aztán mit tudok még nektek mutatni? Kipörgésgátló, van téli és van egy ilyen power fokozat. Ez hát igen szépen dolgozik majd akkor a motorunk és váltónk is, gyorsabb lesz minden. És ugye van egy ilyen téli fokozat, ugye ott fönt megjelenik ez a kis sárga gomb, és az pedig finomabbra hangolja itt ezt az egész szerkezetet. Mit tudok még mutatni? Sötétedik a tükör, világítás ugye működik a napellenzőnkben, és talán a legfontosabb az, hogy velünk vannak a srácok, de nem igaz, nem ez a fontos, hanem az, hogy ez egy vezetett szervizkönyves kocsi. Itt van velünk ugye Feri, Petti és Koncerto, és mindent előkészítenek nekem, mire én ide jutok, hát ez tényleg fantasztikus, nagy segítség tőlük. Hát 19-ig van Toyota márka szervizes, ahol vették szerintem. 124 ezer kilométerig, és itt a legelső bejegyzése, ugye? Mint láttok, alvásszámot ebből ki lehet olvasni, de itt sokkal több mindent tudunk olvasni, mert itt van a Magyar Műszaki Vizsga Adatlap, és 24. február 28-ig tart az autónknak a műszaki vizsgája. De még mindig van valami, mert az osztrák is megvan, mert ezt onnan hoztuk Ausztriába, én csak kilométer igazolásképpen mutatom nektek, hát egyszer van egy szervizkönyvünk, meg ugye van egy műszaki adatlapunk, ami ugye eredeti darab, 22. negyedik hóból, akkor volt benne 151, 21-ben 144, és 23-ban ugye 161 ezer, remélem, hogy látjátok. Én sokat már nem látok belőle, de a fotót ki lehet nagyítani, lefotóztam, meg lehet nézegetni. Többit azt szerintem elmondtam, és tegyünk egy ilyen kis rövid próbát vele. Ugye tolatoladart is kipróbáltam benne. Kicsit így előre gurulunk, és akkor megmérjük még a klímát is, mert pont pirosra váltott a lámpánk. Egyéb iránt pedig rendkívül finoman kanyarodik, az úton tartása is nagyon-nagyon finom az egész autónak, nagyon jó vele autózni, de majd mindjárt megyünk vele, és akkor hol a mérőcském, ahol eldugtam, itt van a kezemben, íme, kint megmértük a meleget, innen meg mérjük meg a hideget, nem tudom, figyeljétek, lássátok, nem tudja megmérni, kicsit hátrább megyek, mert rettentő hideget fúj, így már meg tudtam mérni, nagyon-nagyon kellemes és jó benne a levegő, szépen dolgozik a klíma, ugye ez két oldalra külön-külön tudjátok szabályozni, valakinek nem tetszik, akkor elállítja más irányban is. Sőt, én el is állítom, mert teljesen feleslegesen fagyasztom szét magam, ahogyni, sőt, ki is kapcsolhatjuk, és ezzel vége. Klasszikus zenét is tudtok rajta hallgatni, aki szereti, mindenképpen próbáljátok majd ki mindenféle zenével. És ugye, ha áthúzom sportba, akkor tudjuk használni ezt a
manuális verziót. Menet közben csak annyit kell tennünk, hogy ezt így áthúzzuk ebbe az S betűsbe, és akkor itt mutatja a plusz-minuszt. Innen tudunk erről a botról is, de igazából innen is. Tehát mutatja ott szemben nektek, hogy negyedikben vagyunk. Én egyet visszahúzok, akkor 3, ha még egyet, akkor 2. Nagyon szépen elindul, és onnan előről morajlik az a nagyon kellemes, sportos hang, és az autó pedig rendkívül jól megy, fantasztikus úttartása van, és tényleg egy nagyon-nagyon élvezem ezt a kocsit. Annak ellenére, hogy 2007-es, ez egy csoda szekér nekem, remélem, hogy másoknak is, és az élmény majd adott lesz, aki eljön, akkor próbálgathatja, majd kijövünk ide. Ugye? Ekkora, nagyon tetszik. Hát gyertek el, nézzétek meg, biztos, hogy bele fog szeretni, aki eljön, ez beleszerethető autó hátramenet. Íme pittyegőjét kipróbáltam. Itt most egy bokor volt mellettünk, de mutatom nektek szépen. Ide slisszolunk hátra. Így nép. Szóval, hogy hagyjuk abba, úgyhogy abba is hagyom. Nem akarom összetörni az új autótokat. Gyertek el hozzánk az M3 autóparkba, a Lexus vár benneteket. Sziasztok, a viszontlátásra ezt nyomjátok, meg ne felejtsétek el. Sziasztok!